mindenki izgatottan várja, hogy mi is az az áttét vagy metasztázis a germán gyógytudomány értelmezésében. Ez egy nagyon lényeges kérdés ezt tisztázni, mert ez képezi azt a diagnózis sokkot, amitől aztán a beteg az utolsó remény fonalát is elveszíti. De nézzük akkor, hogy miről is szól a történet. Hámer doktor mondatát láthatjuk itt ezen a képen. Orvosoknak és betegeknek szól a germán gyógytudomány, akiknek szívük és józan eszük van. Ezt még meg fogom ismételni, mert ez egy nagyon fontos megfogalmazás, és hát tudni kell azt, hogy a germán gyógytudományban a főnök a beteg. Csak annyit tudunk elvégezni a beteggel, amennyit ő megenged, amennyit ő elfogad. Tehát ezért lényeges, hogy józan esze legyen, és azért lényeges, hogy szíve is legyen, hogy érzelmileg tudja lezárni mindazt, amit érzelmileg elindított. És ebből fakad a második mondat, ami tőlem származik, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Tehát nem a családtagok fogják meggyógyítani, nem is az orvosok fogják meggyógyítani, ő maga fogja önmagát meggyógyítani, ha tudja, hogy mitől betegedett meg, akkor azt is fogja tudni, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy meggyógyuljon. És itt nem gyógyszerek szedéséről van szó, vagy valami extra dolgoknak a megértéséről, vagy elvégzéséről. Mindenki képes arra, hogy érzelmileg lezárjon egy érzelmileg elindított konfliktust, ha csak nem hajlandó az eddigi gondolkodását, tudását félretenni. A hiánybetegségek, kérem, nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Tehát amikor extrém diétákat folytatunk, itt van a második pontban, hogy valamilyen táplálékot, valamilyen megfontolásból nem adunk a szervezetünknek, akkor ez hiánybetegséget fog okozni. Nyilvánvaló, hogy ezt a hiány pótlásával kell megoldani. A mérgezések. Nagyon jó neve van a gyógyszernek angolul, mert drog. És igen, azok a mérgek, amelyekkel a betegeket idézőjelbe kezelik, azok olyan mellékhatásokat hoznak létre, amelyek nem lélek-agyszer szinten indultak el. Ide tartozik elsősorban a kemoterápia. A balesetek, kérem szépen. Én azt szoktam mondani, hogy semmi sem történik véletlenül, és egy baleset igencsak hatalmas figyelmeztetés az életünkben arra, hogy valamit másképp kéne tenni, mint amit eddig tettünk, vagy rossz úton járunk és próbáljunk meg más irányt venni, de nem tartozik maga a baleset a germán gyógytudomány tárgykörébe. Viszont azok a másodlagos megélések, önleértékelések, bosszankodások, stb., amit az ember ennek következtében él meg, az nyilvánvaló, hogy már lélek-agyszervtengelyen egy biológiai programot fog elindítani. Aztán itt vannak a műhibák által okozott egészségkárosodások. Hát épp a tegnapi konzultáción volt alkalmam egy ilyen sztorit végighallgatni, hát egyszerűen döbbenetes. És a dolog azért végződött, mégis szerencsésen, mert a beteg a kezébe vette az irányítást. Mert a beteg mert és tudott kérdezni, és kimert mondani dolgokat, amivel az orvosok nem voltak megszokva. A sugárzások okozta egészségkárosodás abszolút nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, ez egy fizikai tényező. Szépen a biológiai testünk nincs hozzászokva a röntgensugárhoz, és az MR és PET-CT által okozott besugárzásokhoz. Mindez úgy néz ki, hogy teljesen, mondjam úgy, hogy problémamentes, de nem mindegy, hogy mekkora sugárdózist kapunk. Azért a röntgeneseknek ott van a sugármérő, és meg van határozva, hogy mi az a szint, ami után már be sem mehet a rendelőbe. A germán gyógytudomány atya, dr. Rike Gerd Hammer, akit hát én nem tudok csak szuperlatívuszokban jellemezni, egy olyan csodálatos emberről van szó, aki példát mutatott arra, hogy kitartunk amellett, amit igaznak hiszünk.
Ha nem vagyunk hajlandó kitartani az igazság mellett, akkor elvesztünk. A ő élete, tragédiája, felfedezése, minden, ami erről szól, az egy külön előadásban megnézhető, nem akarok itt részletekbe menni, mert ez egy külön előadás anyaga, szóval, de az, hogy ez az ember, ez micsoda fantasztikus dolgot fedezett fel az emberiség számára, ezzel a mai tudományos világ én szerintem tisztában van, és pontosan azért művelték azt Hammer doktorral azt, amit műveltek, hogy nehogy az igazság kiderüljön. De hát aki volt a könyvbemutatón, az láthatta, hogy Hammer doktor hogyan érvelt az igazsága mellett. Az első természettörvény felfedezését halott fiának, Dirk Hammernek köszönheti, és ezért róla nevezte el azokat a feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy rák, egy daganat elinduljon a szervezetünkben. Ugyanis Hammer doktornak is heredaganata lett a fia elvesztése után, és utána felépül, és egy ráklinikán belgyógyász főorvosként dolgozik, nyilván megkérdezi az ott lévő betegeket, hogy és az önök életében nem történt egy váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos történet, amiben benne ragadtak, tehát nem tudták aznap lezárni, és az egészet magányosan érték meg. A magányosság érzéseit azt jelenti, kérem szépen, hogy hiába van körülöttem az egész család, vagy az egész ország, ha nekem egy diagnózis sokkot az akadémikus orvos a képenbe vág minden empátia nélkül, és annak az éreztetésével, hogy esélyem nincs a túlélésre, hát akkor ez az ember abban a pillanatban nem is tud már tovább figyelni. Teljesen magára marad ezzel az érzéssel. Ez jelenti azt, hogy magányosan éltem meg, és benne maradtam ebben a konfliktusban. És ez a becsapódás, akármilyen más becsapódás, a lélek agyszerv tengelyen zajlik le. Nem véletlen, hogy újabban már kisbetűkkel és idézőjelbe teszem a lélek szót, mert csak a magyar nyelv sajátosság az, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk, de ez nagyon komoly egós megrázkódtatás. És nem a nagybetűs lélek megrázkódtatásáról van szó, csak hogy tisztázzuk a dolgokat. Tegyük helyére az alapokat, mert addig nem fogjuk megérteni az összefüggéseket. Tehát egy ilyen érzelmi sok az agy közvetítésével elindít egy szervi választ. Tehát a lélek agyszerv tengelyen fogok megbetegedni, lesznek szervi tüneteim, és ugyanezen a tengelyen is fogok meggyógyulni. Ebben tudok segítséget adni, de én senki helyett nem tudok meggyógyulni. A konfliktus pillanatában kialakulnak ezek a fránya sinek, amelyeknek hatalmas jelentőségük van, hiszen ennek köszönhetem, hogy figyelmeztet, hogy kedves gazdám, ezt a bűzkonfliktust még nem oldottad fel, és ezért van neked parlagfű allergiád. Nem azért, mert a parlagfű az egy káros növény, és azt írtani kéne. A parlagfű egy csodálatos gyógynövény. A föld kérgén ejtett sebeket a parlagfű gyógyítja, és 5 éven belül átadja a helyét a többi növényzetnek, ő onnan eltűnik. Ő csak addig maradott, míg előkészíti a környezetet arra, hogy egyéb növények meg tudjanak telepedni. És ezt a füvet mi rendeletre törvény szerint írtjuk, holott egy gyógynövényről van szó. Mert kineveztük, hogy ő a hibás azért, mert taknyos vagyok. Nem kérem, azért vagyok taknyos, mert megoldottam egy bűzkonfliktust. Tehát valami nagyon gyanús dolgot. És valahányszor a parlagfű pollenjével találkozok, ez beindítja a programot, mert nem zártam be a konfliktust, illetve még mindig gyanakvásban élek. Tök mindegy a biológiám számára, hogy mire gyanakszom. Ha gyanakvás van, ki kell szagolni a veszélyt. És ezt az ornyálkahártyával fogjuk elvégezni, erről is van külön webkonferencia. Tehát itt felhívnám a figyelmet már is a szokások kérdésére, mert az az ember, aki folyamatosan gyanakodik, annak folyamatosan hát lesz orr és orr melléküreg problémája, egészen az arcüregben lévő polipokig. Nos, egy nagyon lényeges dolgot ne feledjünk el, hogy nem vagyok kiszolgáltatva még a konfliktusoknak sem. Még nem találtam biztosítót, aki hajlandó lenne velem biztosítást kötni arra, hogy az életemben soha többet nem lesz váratlan,
súlyos érzelmi megrázkódtatásom, viszont bármikor ilyet megélek, én vagyok az, aki kilépek ebből az egészből. Tehát nem maradok benne a konfliktusban. Vagyis lezárom békével a napjaimat minden este. Ezt a szokást kellene, drágáim, bevezetni, és onnantól kezdve meg se tudnánk betegedni. Igen, a lezárás érzelmileg kéne megtörténjen, vagyis megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással és hálával. Szóval ezek csak szavak. És ezt hiába mondja el valaki tízszer egymás után, attól még semmit nem csinál. Ha megbocsátok, de nem felejtek, nem megbocsátás. Itt kérem, bele kell tegyem magamat, és ezért hívom fel ismét Hammer doktor mondatára figyelmet, hogy akiknek szívük és józan eszük van. A józan esz ahhoz kell, hogy egyáltalán ezt az evidenciát, ezt a tényt elfogadjuk. Senki nem tudta bebizonyítani még, hogy Hammer doktornak nincs igaza. Ezt ne felejtjük el. Tehát itt olyan dolgokról beszélünk, amelyek Tokióban, és Honoluluban, és New Yorkban, és Budapesten mindenütt ugyanúgy történnek meg. És ezért tudomány, mert a tudomány az, ami reprodukálható. Tehát a sinek azok nem arról szólnak, hogy harcolnom kell a sinek ellen, és kerülgetnem kell a sineket. Nem kell sínszakértőek legyünk, nem kell a MÁV-nál tanfolyamot végezni, hogy a sineket hogy robbantsuk fel. Nem, kérem szépen. Az a fontos, hogy megértsem, hogy mit üzennek számomra a sinek, és mi van, ha nem találom a konfliktuson? Nagyon egyszerű. Feleslegessé teszem. Természetes, akit ezek a dolgok érdekelnek, azok az életükből egyszer három napot rászállnak arra, hogy valahol, ahol én a Kárpát-medencében tartok egy háromnapos képzést, ott megjelennek. Mondom, a Kárpát-medencében. A határokat felejtsük el, jó? Mindegy, hogy Erdély, hogy Vajdaság, hogy Felvidék, vagy Magyarország. Ez egy és ugyanaz a terület. És legyünk szívesek ebben így gondolkodni, és nem problémát csinálni abból, hogy át kell menjek egy határon, és ja Istenem, mi lesz akkor? Semmi. Annyi, hogy megálltam a piros lámpánál, zöldre vált, és tovább megyek. Ennyi a határ. Hogy legyünk szívesek ezen elgondolkodni. Nem kötelező germán gyógytudománnyal gyógyulni, ez teljesen világos. De az, hogy egy kicsi germán, egy kicsi akadémikus orvoslás, ez mindig a frekvenciaváltáshoz visz. Tessenek megnyugodni. Tehát a DHS kritériumai, Hammer doktor a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el, mert az ő fia halálának köszönhette, hogy heredaganata lett, hogy azt megoldotta, és utána, hogy rátalált 81-ben a rák vastörvényére. Vastörvény, mert megingathatatlan igazság. Senki nem tudta még ezt megcáfolni. Úgyhogy itt essenek ezzel gondolkodni, mondom mindazoknak, akik először vannak ezen a webkonferencián. Akkor lépjünk tovább, és tisztázunk megint egy nagyon fontos dolgot. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Nem az számít soha, hogy mi történt, hanem hogy én azt hogyan éltem meg. És innentől újra értelmezhető, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Csak ő tudja, hogy mit élt át, hogy hogyan élte meg a zaklatást, a büntetést, a megszégyenítést, és a többi, és a többi. A második természettörvényt nagyon rövid időn belül, az első természettörvény után Hammer doktor fölfedezi, mert hát belgyógyász, főorvos, könyörgöm, ismeri a tüneteket, nem? És vannak hideg és meleg tüneteink. Vagy nem így van? Mi van akkor, amikor hideg a kezem, hideg a lábam? Most nem sütöm el a vicces megjegyzésemet, de ha hideg a kezem, hideg a lábam, akkor azt jelenti, hogy feszültségben, stresszben vagyok, félelemben vagyok. És a szimpatikus idegrendszer hatására már is itt vagyok a konfliktus aktív fázisban. Ez a kék színnel jelzett terület azt jelenti, hogy a belső szerveinket irányító, számunkra érzékelhetetlen idegrendszer, autonóm idegrendszernek nevezték régen, ugye, de az autonómiát számisték a biológiából, épp úgy, mint Erdélyből,
és ezért vegetatív idegrendszernek nevezték újabban. A nomenklatúra az rendszeresen változik a medicinában, nem kell megijedni tőle. Szentágottai János is kiborult attól, hogy az os multilingum majus elnevezés helyett a semmit mondó trikvetrum elnevezést adták egy ilyen anatómiai megnevezési konferenciának. Szóval csak szólok, hogy vannak ilyen szépségek a medicinában, nem ezzel kell foglalkozni, hanem csupán annyit megérteni, hogy a belső szerveinknek a hangolása, a szabályozása is két ponton valósulhat meg, egy ingerlő és egy gátló ponton. Na most, amikor én ingerült állapotban vagyok, zakatol az agyam, nem tudok elaludni, ha elalszom, felébredek, nincs étvágyam, nem eszem, lefogyok, hideg a kezem, hideg a lábam. Mi történik? Hát itt vagyok a szimpatikus idegrendszer hatással. De amikor becsapott az Isten nyila, itt van a DHS, valamit megértem, akkor az okos agyam keresi a megoldást. De nem az érzelmi lezárást, hanem három dolgot tudunk csinálni. Erről is volt egy konferencia. Minden biológiai lény három megoldást tud. Ütni, futni, vagy halottnak tettetni magamat. Ennyi. Ezt a nyuszi is tudja. Szerintem az ember ennél többre képes. Szóval az ember képes érzelmileg lezárni a dolgokat, az állatok nem, és ezért fontosak számukra a sinek, mert a sinek figyelmeztetik egy veszélyhelyzetre, és menekülnek. Érthető? Szóval eljutunk egyszer, remélhetőleg, a konfliktus megoldásához. Ugye nem mindegy, hogy én érzelmileg oldottam föl ezt a konfliktust, vagy az élet megoldotta. Mert meghalt az apám, aki zaklatott engem egész gyerekkoromban. És most már tudom biztosan, hogy többet nem fog zaklatni. Eljött a végleges megoldás. És beindul, kérem szépen, a ményák a hártyának, a vastag ményák a hártyának a lebontással, bűzös folyadékkal. Ez teljesen természetes dolog. De mi van akkor, ha valaki ugyanúgy fog rám nézni, mint az, aki először zaklatott? Megint sinem vagyok, mint József Attila. Tehát értsük meg, hogy érzelmi lezárás nélkül nincs gyógyulás. Amikor átjutottunk a megoldásba, először is tapasztaljuk az exudatív fázisnak a gyönyörűségét. Ugye van a konfliktus aktív és a megoldás követő fázis, tehát két szakaszban zajlik le minden értelmes biológiai különbség. Mi az, hogy exudátum? Hát az a folyadék, idézőjelben, az a víz, ami a sejt közötti állományban van, az felszaporodik. Mert elkezdjük helyre tenni azt, amit a konfliktus aktív fázis alatt a túlélés érdekében elkövettünk a biológiánkkal. És a rendezésnél, drága hölgyeim, jön a karácsonyi nagytakarítás. Nem nő meg a vízfogyasztásunk? Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Tehát begyűl a folyadék a szövetek közötti, sejt közötti állományban, és mit okoz ez? Duzzanatot. Ez pedig fájdalmat, és az egész meleg, és nem működik rendesen. Na, elmondtam a gyulladás klasszikus tüneteit, ahogy tanultuk, rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lezár. Ezt minden orvos tudja. Meg már az alaptagok is velem együtt mondják, mert már annyiszor hallották. Hát ezt mire a középkorban leírták, ennyi latin kifejezést nem árt, ha ismerünk. Szóval nem tart ez se végéig. Igen, itt szenvedek a gyulladás tüneteitől, itt lázam lesz, itt fájni fog a fejem, itt mindenféle bajom van. Betegnek érzem magam, és szaladok, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. De könyörgök, nem ő betegített meg? Hoppá! És őt nem arra tanították, hogy megértse, hogy mi van a tünetek mögött, és azzal foglalkozzunk, hanem arra tanították, hogy tüneteket kikapcsolni. És nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Mert itt, ha jó esetben kapunk egy szteroid gyógyszert, ugye ez hormonálisan egy szimpatikotóniás hormon, mit fog csinálni? Hát visszatesz engem ide a konfliktus aktív fázisba, hú, ez az igazi orvos, beszúrt egy injekciót, megszűnt az ízületi gyulladásom. Meg hát. És utána kimegy a hatás, és kezdődik előről az egész. És szedhetem a szteroidot egy életen át. És élvezem a 16 féle mellékhatását, mert hát
Természetes, hogy van mellékhatása, mert az a gyógyszer, aminek nincs mellékhatása, hatása sincsen. Hallottunk ilyen hülyeségeket? Rendben. Na jó van, akkor haladjunk tovább, mert nem ülünk örökké az exudatív fázisban, mert jön a krízis. Úgy hívjuk, hogy epileptoid krízis. Tehát olyan, mint az epilepszia, nehogy megijedjünk. Az epilepsziáról kapta az elnevezését, mert az epilepszia az epileptoid krízisben zajlik le. Ugye van egy elválasztás és egy motorikus konfliktus, és a kettő együtt izomrángást és eszméletvesztést okoz. Ennyi az epilepszia megoldásának kellős közepe. Na most nyilván, hogy szerveknél ez nem epilepszia, hanem epileptoid krízis, és ha izmokról beszélünk, akkor epileptikus krízis. Na, a lényeg az, hogy krízis van. Bizonyám, mert mi történik? Miért lényeges ez a krízis? Azért, mert most fog az agyi ödéma megszűnni, mert azt mondtam, hogy fáj a fejem a exudatív fázisban. Mit jön? Mert az agyi relében is összegyűlem lett a folyadék. Minden lélekagyszer szinten zajlik a megoldás is. Tehát, amikor az epileptoid krízisbe érek, lesznek izomgörcsök, ha izommal kapcsolódó programom van. Lesz hányásom, ha emésztőrendszerhez kapcsolódó dolgom van, vagy cifrafosás, teljesen mindegy. Lesz, mit tudom én, mélyvénás trombózisom, mert megoldottam egy súlyos béklyó konfliktust. Vagy súlyos, legsúlyosabb esetben megáll a szívem. Vagy tüdőemboliát kapok. Nem megyek a részletekbe, mert mindennek értelme van, ezért beszélünk értelmes biológiai különprogramokról. Ne felejtjük el, ez nem betegség. Az értelme tehát ennek az epileptoid krízisnek az, hogy rendben jön a relé, az agyi központ, és utána a hegesedési fázisban a szöveteink is rendeződnek. És akkor itt már is tisztáznék egy alapvető dolgot, kérem szépen. Mert beszélnek jó, meg rossz indulatú daganatokról. Kérem szépen, a biológiában nincs se jó indulat, se rossz indulat, hanem túlélés van. Értelme van minden programnak, a túlélés és a fajfenntartás az értelme. De ha az exudatív fázisban csinálnak egy szövettani leletet, az rossz indulatú lesz. Ha a hegesedési fázisban csinálnak egy szövettani leletet, az jó indulatú lesz. Vajon miért? Mert az exudatív fázisban a szöveteknek a szerkezete kvázi felbomlik, teljesen másképpen néz ki, mint a normál szerkezet. Ez nem azt jelenti, hogy most sejtek ellen háborút indítok, hanem azt jelenti, hogy megértem, hogy hol tart a gyógyulási program. És amikor hegesedési fázisba értem, hát akkor már be lehet hűteni a pezsgőt, mert ünnepelni fogunk, kérem. Mi történik? Egyszerűen csak annyi, hogy írtózatosan fáradt vagyok, a kislábujjamat se tudom megmozdítani, de van étvágyam, jó a hangulatom, de nagyon fáradt vagyok. És van, aki innen indítja el újra az egész programot. Miért? Mert nem tudja, hogy hogyan zajlik le ez az egész túlélő program. Egyszerűen csak túlélő programok szoktam nevezni. Mit mondtam? Lélek, agyszer szinten történik minden. A konfliktus aktív fázisban láthatjuk, ide bepöttyek, teszek egy piros pöttyöt ide középre. Hát nyilván, akik a televíziót arra használják, hogy kivetítsék a laptopról a képet, azok gyönyörű képeket látnak. Aki telefonról nézi ezt az egészet, az semmit nem lát. Tehát döntse el mindenki, hogy mennyire fontos számára a képi információ is, és ezt szerint válaszol lejátszó eszköz. Szóval a konfliktus aktív fázisban a becsapódás körül látjuk, körkörös gyűrűk alakulnak ki. Erről beszéltem október 15-én a negyedik könyve bemutatójánál. Sikerült megfejtenem, hogy ez miért jön létre. Hát, mert doktornak igaza van, ezek ott vannak. De megvan az élettani alapja, hogy ez hogyan és miként jön létre. A megoldás követő fázisban, itt két nyilat is látunk, az egyiket innen, most belepirosítottam, a másikat meg innen. Mind a két relében az epileptoid krízis leszálló ágán vagyunk. Látjuk, hogy a folyadék szintje csökken, ugyanis itt a baloldali relé, ami most legyen egy petefészek vagy egy here relé, nyilvánvaló, zárójel. A leleteket csak a beteggel együtt lehet kiértékelni. Senkinek nem értékelek ki, csak úgy elküldött leleteket, elküld 15 leletet, és semmit hozzá.
Na ilyet, az ilyet szépen visszapasszolom. Nem, kérem szépen. A betegre szükség van ahhoz, hogy adott pillanatban tudja kérdéseket föltenni neki. Zárója bezárva. Szóval a bal alsó relében azt látjuk, hogy a színe sötétebb, mint a vele szemben a jobb oldali relé. Miért sötétebb? Mert benne van a folyadék, és több sugarat enged át, mint a másik oldali. Logikus, nem? Aki valaha foglalkozott fekete-fehér fotózással, mint én, az tudja nagyon jól, hogy itt erről van szó. A röntgenes is tudja, csak nem így tanítják. A lényeg, hogy itt a relé éppen megoldásban van, epileptoid krízis leszálló szakasza, préseljük ki a vizet, és ebből adódóan fog csökkenni a fejfájás. A jobb oldali középső relé, az már súlyos történetről szól, kérem, mert az már egy birtokvesztésről. Vagy balkezes nőnek szexuális konfliktusáról beszélünk. És innentől kezdve, amikor ez elkezd csökkenni és megoldásba kerül, ugye kérdés, hogy mennyi időt ült ebben a konfliktusban. Mert ha túl van a 9 hónapon, akkor itt fog megállni a szíve. Tehát itt nem lehet ez egy nagyon szép és logikus rendszer, de nagyon kérek mindenkit a birtokkonfliktusokban, abban nem ásszon bele, mert nagyon nagy problémákat tud bele okozni. A harmadik természet törvénnyel aztán már abszolút senki nem tud vitatkozni, mert ez miről szól? Az embriológiáról, az egyetfejlődésről, hogy hogyan alakulnak ki az emberek egy megtermékenyített peteseiből. Remélem, mindenkinek van köldöke, ezek szerint anyaszülte, és ezek szerint egy megtermékenyített peteseiből alakult ki a szervezete. Így van? És mi történik a 9 hónap alatt? Ezzel foglalkozik az embriológia. És érdekes módon, hogy ez mindenütt ugyanúgy történik. Japántól Budapestig mindenütt a 9 hónap alatt ugyanaz a program megy végbe. Bőrszíntől, nyelvtől, fajtól függetlenül. No de, miből vagyunk mi felépítve? Állítólag sejtekből, nem? És ezek a sejtek működnek? Igen. Ha nem működnek, azt úgy hívjuk, hogy holttest. Tehát mit tud tenni a biológiám a túlélésért? Itt van. Vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést fogok gátolni a konfliktus aktív fázisban. Ez erre szól. Mit csinálok a megoldást követő fázisban? Hát teljesen logikus, hogy a fordítottját. Lebontom a felesleges sejteket. Visszaépítem a hiányzó sejteket, és helyreállítom a működést. Kérem szépen, azért elfogadhatatlan az akadémikus agyaknak, mert ez annyira egyszerű, hogy ilyen egyszerű mégsem lehet. Megkövettek mindenkit, én is így voltam. Én 2 éven keresztül teszteltem ezt a táblázatot a rendelőben. Mert feltettem magamnak kérdést. Hát mi a fenét tanítottak akkor 6 évig, ha ez ennyire egyszerű? Ja, csak az alapvető gondolkodást nem adták át. Vagyis ebből mi következik? Mindenkinek. Amíg a gondolkodásomon nem változtatok, semmi, de semmi nem fog megváltozni. Ugyanazokat a dolgokat fogom holnap is csinálni. Szóval az embriológia az egy megcáfolhatatlan tudomány, és ez bebizonyítja, hogy gyakorlatilag itt nincs más lehetőség. Itt van Hammer doktor színeit alkalmazva az az állapot, amikor kialakul a 3 csíralemez. A megtermékenyített petesejtből szedercsíra lesz, beérkezik a megtermékenyítés helyétől a petevezeték külső harmadából a mély üregbe, és mikor fölveszi a kapcsolatot az anyai mély nyálkahártyával, akkor ezek a sejtek átrendeződnek, ha jobban tetszik, differenciálódnak, így is tudok beszélni, és létrejön a 3 csíralemez, nagyon bonyolult. Ami belül van, az a belső csíralemez, ami kívül van, az a külső csíralemez, ami középen van, az meg a középső csíralemez. Ugye milyen bonyolult? Mi lesz a külső csíralemezből? Hát minden, ami kívül van, vagyis itt van a külső bőröm. A bőrömnek a felszíne, mert ugye a bőrömnek a felszíni rétege az ektodermális, külső csíralemez. Alatta az íra, az már régi mezodermális, ugye azt már a kisagy irányítja,
A bőrömnek a felszínét az agykéreg irányítja, és a bőr alját azt meg az agyvelő irányítja. Na kérem szépen, hol az a bőrgyógyász, aki így néz rá a bőre, és így érti annak tüneteit? Mert innentől akkor már értem, hogy mivel kell foglalkozzak. Elválasztási konfliktussal? Támadás, bemocskoltság? Vagy önleértékelés? Hát nagyon nem mindegy. És nem arról van szó, hogy adunk rá egy kis szteroidos kenőcsöt, aztán lesz vele valami. Na kérem, mi lesz vele? Elnyomjuk a tüneteket, és majd mikor elmegy a hatás, újra jelentkeznek. Ezek a nyilak pontosan azt mutatják, hogy adott sejtekből csak adott szövetek alakulnak ki, és azt a megfelelő idegi központ irányítja. Erre még vissza fogok térni, erre a képre. A konfliktus típusokat a táblázatban megtaláljuk, illetve hát nyilvánvaló, hogy megtaláljuk az útmutató az egészséghez című könyvben, ami teljes mértékben tartalmazza Hammer doktor táblázatát, kiegészítésekkel, magyarázó szövegekkel és olyan korképek leírásával, amivel a rendelőben találkozunk, és nem fogjuk megtalálni, mert azok a korképek, azok statisztikai alapon létrehozott diagnózisok. Például Sjögren-szindróma. Ez van róla a webkonferencia, akit érdekel, nézze meg. Szóval, mi szükséges a túlélésünkhöz? Tessen meg gondolkodni. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ennyi. Remélem mindenkinek a szobájában van levegő, készített magának vizet, és ha nincs a hűtőjében elegendő élelmiszer, írjon és küldök egy féltábla szalonnát. Agytörzs, tehát itt van, rá húzok egy nyilat, itt van az agytörzs, a legősibb agyi képződmény, tehát a falat konfliktusokat oldja meg táblázatban az első sárga mező, és mindig előbb építünk, aztán lebontjuk a felesleges sejteket. Itt a legsúlyosabb vétek a biológiánk ellen a magány egzisztenciális konfliktusnak a megélése. Ebbe belepusztulunk. Tessenek szíves lenni, egy kicsit tovább lapozni. Rádöbbenni arra, hogy a világegyetem egy holografikus információs mező, ahol mindenki mindenkivel mindig kapcsolatban van. Vagy ez az 505 ember itt a webkonferencián véletlenül van itt? És a többi hol van? Tudom, nem fér be a terembe. Értsük már meg, hogy a hasonló rezgések megtalálják egymást. Minden rezgés. És ezt nem én állítottam, hanem még Max Planck a Nobel-díj átvételekor ki volt vetítve október 15-én. Szóval, ha én abban a tudatban élek, ha egyedül vagyok, meghalok, akkor meg is halok. Az tuti. Begyűjtöm a vizet és egyirányú utcatemetőbe. Erről legalább 5 webkonferencia van, tessenek szíves lenni, utána nézni. A kisagy által irányított programok, itt van a kisagy, a táblázat középső oszlopában a narancssárga oszlopnak a közepéig tart, tehát a felső részében. Vélt vagy valós támadások, bemocskoltság, gondozási konfliktus. Mi a fenn az, hogy vélt vagy valós? Ja, hát a nagyokos agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió közt. Húha, ez hatalmas probléma, de hatalmas probléma, mert mibe betegszünk bele? Az illúzióinkba. Nem újjék el nap a te haragoddal. Értjük már, hogy miért fontos lezárni békével a napjainkat? Persze nem muszáj. Szabad tesztelni a germán gyógytudományt, ha valaki kíváncsi, hogy valóban úgy zajlik-e le egy melanóma, ahogyan le van írva, elmondom neki, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy melanómát gyártson. És akkor megcsinálja magának. Szóval semmi probléma. Tehát tudom a receptet, hogy ha valaki óhajt egy valamilyen daganatot, vagy gyulladásos betegséget, elmondom a receptet, hogy ezt hogyan tudja megcsinálni. De azt is el tudom mondani, hogy ebből hogy tud kilépni. Szóval vélt vagy valós támadásról beszélek, mert nem tesz különbséget az agyunk, a valóság, az álom és az illúzió között. És az, hogy elkezdtem ezt a webkonferenciát, ez valóság?
Nem kérem szépen, mert már rég elkezdtem, már régen benne vagyok. Az egyetlen valóság mindig az, amit per pillanat elmondok, és aki figyel, és jelen van a pillanatban, na az a valóságban van. Az akkor tudatos. Aki álmodozik és mozizik közben, az nincs is itt jelen. Csak foglalja a helyet a teremben. A gondozási konfliktus egy nagyon lényeges kérdés, mert ugye ez melldaganatot fog okozni. Az aggódás az időutazók betegsége, ajánlom mindenkinek, olvassa el Réka bejegyzését ebből a könyvből. Nagyon, de nagyon komoly dologról van szó, és hát nyilván, hogy a hölgyek aggódósabb fajták, mint a férfiak. Miért? Hát ők adnak életet az embereknek. Nyilvánvaló, hogy ők aggódnak az életet, azokért az életekért, akiket ő nem tudom elmondani, hogy szeret vagy imád, akit a méh a szíve alatt hordott, az számára egy olyan kapcsolat, amit mi férfiak fel se tudunk fogni. Tehát normális, hogy valaki aggódik. Nem az a baj, ha aggódik valaki, csókolom. Az a baj, ha benne marad a konfliktusban. Szabad egy élet során 200 meldaganatot gyártani, meg megoldani. Persze ennek meg lesz a következménye. Nagymamának ugye olyan a melle, mint két üres zacskó, mert elfogytában épített és bontott, és többet bontott, mint levitt, mint amennyit épített, és elfogyott a mirigyállomány, meg minden. Szóval megvan itt mindennek az értelme, csak hát ugye kérdés, hogy mikor vagyok hajlandó félretenni azt a rengeteg tudást, amit eddig összeszedtünk, és azt hittük, hogy a meldaganat attól gyógyul meg, ha én diétázok. Hát nem a diéta hiánya okozta senkinek sem a meldaganatát sem, a tüdőrákját sem, de az esztelen diéta az elindítja a MY programot. Erre is majd még visszatérek. A kezesség, vagyis kezűség, biológiai kezűség kérdése innentől kezdve érdekes, tehát kisagy, agyvelő és agykéreg vezette programoknál mindig a kezűség oldalán a partner, az másik oldalán anya-gyerek és önmagammal kapcsolatos konfliktusok fognak megjelenni szervi tünetként. Tehát, ha meldaganatnál vagyok, ha a gyerekemért, anyámért vagy önmagamért aggódom, akkor jobbkezes nőnek baloldali meldaganata lesz. Ha nem ezekért aggódom, hanem a partneremért, és mindenki partner, aki nem az anyám, nem a gyerekem is, nem én vagyok. Szóval nem csak a párkapcsolat tartozik ide, hanem barátnő, sőt, szeretett élőlény. Aggódom a kutyámért, mert beteg. Ez pont elegendő ahhoz, hogy meldaganatot csináljak partner oldalon. Nyilván szerethettem azt a kutyát úgy, mintha a gyerekem lenne, és akkor az anyagyerek oldalon fogok meldaganatot csinálni. Mert a biológiát nem a genetika érdekli, hogy ki az én biológiai anyám, vagy ki az én biológiai gyermekem, hanem csak az érdekli, hogy kit szeretek úgy, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. Az agyvelő által irányított programok, ugye azok az önleértékelésről szólnak, és ezt az egyenletet jegyezzük meg, önleértékelés, egyenlő önpusztítás. Itt találjuk a táblázatban új mezodermális programokat. Tehát középső csíralemez, ez tartozó programok, fájdalommentesen bontom, csont, ízület, izom, ereg, osztógyűjtő, nyirokér, kötőszövet, zsírszövet, ennyi. Visszaépítésben mindegyik fáj, kivéve a zsírszövet. Képzeljük el, ha a hízás fájdalommal járna. Húva. Agykéreg. A piros oszlopban találjuk egészen itten a háromnegyed részig azokat a programokat, ahol először bontok, aztán utána a megoldásban meg visszaépítem a sejteket. Ide tartoznak az elválasztásig, a birtokkonfliktusok és a birtokzónán kívüli konfliktusok. És külön itt vannak a működésváltozással járó történetek, ami mondjuk azt jelenti, hogy lebénult az izmom egyik pillanatról a másikra. Vagy elvesztettem a látásomat, vagy a szaglásomat, vagy a hallásomat. Na, ezek tartoznak ide. A kérdés csak az, miért élünk mi meg konfliktusokat? Akit érdekel, ezzel a címmel talál előadást a weblapon.
A negyedik természet törvényt úgy vezettem be a könyvben mutatón, hogy az, amivel a legnehezebb tudós embernek kibékülni. Mégpedig azzal, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok nem az ellenségeink, nem kórokozók, hanem ők azok, akik segítenek nekem a megoldás követő fázisban, a sejtek számának helyreállításában. Tehát miben segít a gomba és a gombabaktérium? Abban segít, hogy megoldásban lebontsuk a feleslegessé vált sejteket. Miben segít a baktérium és a vírus? Abban, hogy az agyvele és agykéreg által irányított sejtekre ható programokban visszaépítsem a hiányzó sejteket. Amikor működésváltozásról van szó, ott nincs szükség külső segítőkre. Ezek a mikroorganizmusok, tehát mikroszkóppal kimutatható élő lények bennünk vannak, nem az ellenségeik. Kimutathatatlan számban fordulnak elő, de felszaporodnak nyilván, amikor dolguk van agyi parancsra. És ugyancsak agyi parancsra fognak eltűnni. Most nyilvánvaló, ha én túl sokat ültem a konfliktus aktív fázisban, hát akkor nagy mennyiségű Pasteur szerint kórokozó fog megjelenni a szervezetemben. És nem vagyok teljesen akadémikus orvoslás ellenes. Mert van az a helyzet, amikor az antibiotikumot be kell adni, vagy különben a beteg belehal a gyógyulási tüneteibe. Vannak helyzetek, amikor gyógyszerre szükség van. Igen, az esetek 5%-a. Szükség van gyógyszerre. Csak tudni kell, hogy mit adok, és mennyit adok, és mikor adom. Erről is van külön webkonferencia, akit érdekel, utána néz. És erről jut eszembe, hogy a mai előadásban egy kicsit hát megtépázom az akadémikus orvoslásba vetett összes bizalmat és hitet. De én belülről ismerem a rendszert. Nekem jogom van kritizálni, mert tudom, hogy mi van oda bent. Könnyű a lelátóról megmondani, hogy hogy kell rúgni azt a labdát, de tessék szíves lenni, lemenni és megcsinálni helyette. Tehát nem az a megoldás, hogy az akadémikus orvoslást, hogy is mondjam, feleslegessé tesszük, mert nagyszerű dolgokat tud az akadémikus orvoslás megoldani. Vannak helyzetek, amikor igenis szükség van műtétre, mert túl nagy az a tumor, és meg kell tőle szabadítani a testet. Érthető? Vagy vérzés lép fel, a vérzést el kell állítani. Vagy az más krízisben van, akkor kérem szépen nyomni kell bele a levegőt. Tehát vannak dolgok, amiket nagyon jól tud az akadémikus orvoslás, itt csak egyetlen probléma van, csak itt érdekel, megnézi, a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot Glinszentpierre Langtóval. Tudástár, videók, ébresztő. Ott tessenek megnézni, és akkor megértjük, hogy a mai medicina miért tart ott, ahol tart. És akkor jogos a kérdés, hogy de miért élünk meg krónikus betegségeket, ha minden ilyen egyszerű. Hát nagyon egyszerű. Mert meg sem oldottam a konfliktust, és függő konfliktus aktivitásban vagyok. Ezért vagyok cukorbeteg. Még mindig. Nem azért, mert nem oldottam fel az első ellenszegüléssel kapcsolatos konfliktusom, hanem azért, mert nekem a természetem az, hogy dögölj meg. Persze, nem, ilyet nem mondok, hát felteszik a maszkot, mosolyog. Csak belül dolgozik minden. És tetszik tudni, a biológia hajszál pontos választ ad arra, hogy mi volt a megélése. Nem az, hogy dögölj meg, nyilván, hanem az, hogy ellenszegülés. Aztán, hogy azt én milyen szinten éltem meg, az majd részletkérdés. De nincsen cukorbetegség, ellenszegülés, vagy undorfélelmi konfliktus nélkül. Lásd diabéteszről szóló előadás. Izombénulás. Még mindig benne vagyok abban a motorikus konfliktusban, amit megéltem. Vagy még mindig nem tudtam megbocsátani, hogy átvertek. És lebénultam fél oldalra. Úgy hívják, hogy agyvérzés. Policiklikus lefolyás. Ez csak annyit jelent,
hogy nem tanultam semmit az első meldaganatból, és megcsináltam a másodikat. Aztán a harmadikat, aztán a negyediket, és aztán már nincs több. Policiklikus lefolyás az, amikor szezonális allergiák lépnek fel. Policiklikus lefolyás az, amikor ősszel és tavasszal fáj a gyomrom. Miért? Mert elfelejtettem a konfliktust érzelmileg lezárni. És rögzítettem a körülményeket. A függő gyógyulásnak érem ez, amivel a legtökéletesebben tudom tönkretenni szöveti szinten is a szerveimet, meg az agyi központot is. Minden lélek agy szervtengelyen történik. Lélek agy szervtengelyen gondolkodunk és gyógyítunk. Tehát, ha én itt egy sejt sorvasztással indítottam a programot, mert önleértékelés, önpusztítás, megoldásban elkezdem visszaépíteni, de hát nem érzelmileg oldottam meg, és egy sín elakasztotta a gyógyulást. Oké. Elmúlt a sín, folytatom a gyógyulást, megint elejétől, ugye? Megint építek rá, megint jön egy sín, és tessék nézni. Négyszer annyit építek vissza, mint amennyit lebontottam. Amúgy is az önleértékelésben többet építek vissza, mint amit lebontottam, mert erősebb lesz a szövet, itt már túlzásba ment a szövetépítés. Minek fogják ezt nevezni? Jaj, csontszarkóma. Hát nem, hát de. És akkor kimutatja a röntgen, itt van a lelet nálam, hogy a csípőizületben szklerotikus és litikus foltok mutathatók ki. Szklerotikus, vagyis amikor építettem, litikus, vagyis bontásban levő területek váltakoznak. Hát ez kérem rossz indulat? Hát nem? Hát de. Szóval jó lenne a dolgokat, az alapokat helyre tenni, és onnantól kezdve megértenénk a lényeget. És a lényeg megértésének a törvénye, kérem szépen, az, amit már egy első osztályos gyerek is képes megfogalmazni. Nézzünk ki az ablakon, amint a képek is illusztrálják, minden, ami él, az élni akar, vagy nem? Minden élőlény minden nap a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Tehát ami bennük történik, meg bennem történik, annak értelme van. Amit betegségnek nevezünk, és az épp a gyógyulás, ugye az az értelmes biológiai különprogram részét képezi. Tehát ha ezzel az egy törvénnyel tisztában vagyok, már soha nem tudok pánikba esni. Mert a pánik a félelemtől van. A félelem meg a tudatlanságból. De a germán gyógytudomány lelántja a replet a tudatlanságról, és végre fényt hoz a gondolkodásunkba. Ugye 98-ban Hammer doktor téziseit elismerték, ezt kivetítettem a könyvbemutatón, és mégsem ez a gondolkodás az, ami a mai medicinát még meghatározza. Vajon miért? Rájövünk arra, ha feltesszük a másik kérdést is, kinek jó ez a jelenlegi helyzet? Ki profitál abból, hogy a beteg nem gyógyul meg, csak szedi a különböző mérgeket? Ugye a válasz mindenki tudja. Na, akkor eljutottunk a mai nap lényegi kérdéséhez, hogy áttétek. Az áttétek elnevezést ugye a görög szóból vették, állapotváltozást jelentene a metasztázis kifejezés magyarul, és mivel az akadémikus orvos nem tudta megmagyarázni, hogy egy daganat megjelenése után egy következő daganat miért jelent meg, vagy honnan jelent meg, kitalálta, hogy az első daganatból keletkezett a második, majd abból a harmadik, és így tovább. Tehát azt jelenti, hogy a szervekről szervekre terjednek ezek a fránya rákos sejtek. Hogyan? Kitalálták, hogy a véráramon vagy a nyirokrendszeren keresztül. Stop! A nyirokrendszerben ki tudnak mutatni daganatos sejteket, de miért? Mert a megoldást követően a felesleges sejtek lebontásával nem a kukába mennek a sejtek, hanem pont a környéki nyirokcsomók. Hát ha egy meldaganatos nőnek érzékeny a csomója, és van tapintható nyirokcsomója, hát a legjobb hír a világon, ő éppen gyógyul,
Nem, hogy metasztázisa legyen. Elképesztő. Szóval az általános problémát az áttétekkel egyfelől azt jelenti, hogy vándorlások, illetve az új tumor építése közben a sejtek részben át is alakulnak, vagyis végül már nem egyeznek meg teljesen az elsődleges tumorral. Hát ez mese habbal, csókolom, hát ilyen nincs. Hát a sejtek nem mennek át metamorfózison, hát egy prostata sejtből soha nem lesz csontsejt. Hát miért írják mindezt? Ja, hogy meg tudják magyarázni azt, hogy mondjuk a tüdőrákból hogyan lesz mellékvese. Áttét, vagy csont áttét, vagy agy, vagy máj, vagy másik tüdőbe áttét. Na, hogyan lesz? Hát nyilvánvaló, hogy ahány megélésem van, annyi programot indítok. A tüdő daganat az a hosszú ideig fennálló halálfélelem következménye. Megoldásban lebontom a felesleges sejteket, jönnek a TBC kórokozók, lebontják és kiköpöm. Persze, gyenge vagyok, éjszaka izzadok, köhögök, stb. Stb. És mibe hal bele a beteg? Ebbe. Ebbe. Teljesen lemeríti a szervezetét a függő gyógyulást. Na és akinek a köpetében megjelenik a vér, hát az már eleve azt fogja hinni, hogy ja Istenem, meghalok, mert vért köpök. És ez elindítja a másik tüdőben is a programot. Valakinek a halála miatt elindított egy félelmet, így van? Lett egyetlen góc a tüdejében, lásd a tüdőről szóló előadást. De utána már a saját halálom miatt félek, és akkor mindkét tüdőben apró sejtes tüdőszövet szaporulatot indítok el. És hát persze, rák egyenlő diéta, és mit kezd a beteg? Bevezet egy esztelen diétát, és elindítja a májprogramot. Szólok mindenkinek, a májunk nem spirituális. Tehát ha nem kap megfelelő táplálékot, akkor elindítja a sejtszaporulatot. Leírja önmagát, de a legsúlyosabban, és érintve lesznek a csontok konfliktus aktív fázisban. Tehát csontjuk, aki jelennek meg, az nem rák, az csontjuk, csonthiány. Nevezhetnénk oszteoporózisnak is, jaj, csak hát az jó indulatú, hát nem egyszerűbb rámondani, hogy rá. És a beteg azt látja, hogy hiába követel mindent, rossz úton járok, és a melléklese program már el is indult. Szóval csak ennyit az áttétekről a tüdő kapcsán. Az agyban nyilvánvaló, hogy a mellékvesének, a csontnak, a májnak, meg a másik tüdőnek ott lesznek a gócai. És akkor itt már agyi áttétekről beszélünk, pedig minden egyes programnak van egy hameri góca. Tessék megnézni az agydaganatokról szóló előadást. Ne előre. Hát kérem szépen, ugye a tüdőbe becsapódó áttét, az rögtön a diagnózis sok után keletkezik, érkezik, mert mit mond? Azt hiszi, hát ha rák egyenlő halál. Ez így van beprogramozva a fejünkbe, és innentől kezdve elindul a tüdőszövet szaporulat, mikor visszamegy kontrollra, már mutatják az átétet idézőjelbe a tüdőbe. Nyilván itt is, ha elkezdek esztelen diétát, akkor lesz máj programom, illetve önleértékelés, önpusztítás, és pusztítom a csontokat. Főleg egy műtét után levágják a mellét a nőnek, és onnantól kezdve súlyos önleértékelésön hol indítja el? Az érintett helyen, a levágott mellének a helyén mögöttes bordák, illetve az azzal egymagasságban levő gerinc oszlop csigolyái érintve lesznek. Persze más egyebeket is megélhetünk, és a csontokban másod is lehetnek csonthiányok, lítikus foltok, ahogy az előbb mondtam, de hát ez annyi. Az agyról, az agy áttétről, erről külön egy értekezést fogok bemutatni. Bél. Nagyon egyszerű, mert ugye mindig falatkonfliktusról van szó, és ha bemondták, hogy rákodja, akkor ott van, hogy tüdő, halálfélelem, és a műtétet, ha támadásként élem meg, vagy mindent, amit mondanak nekem azzal kapcsolatosan,
amit én vélt vagy valós támadásként élek meg a hasam ellen, magát a fájdalmat, a bélcsavarodást is támadásként élem meg a saját szervezetem részéről, hát akkor elindítom a hasártya programot, és ott sejtszaporulatokat fogunk elindítani. Hererák. Veszteség, konfliktus, egyenlő here, vagy petefészek, program. Nyirokcsomó. Köszönöm szépen, gyógyulok. Tüdő, halálfélelem. Máj, diéta. Csontok, önleértékelés. És ritkán agy. Hát na persze, hogy ritkán agy. Jaj. Melanóma. Ez megint nagyon, nagyon izgalmas, mert ugye a mell és a melanóma az, ami a legtöbb agyi átétet adja, majd mindjárt kitérlek rá. Persze átétek nincsenek. A melanóma kialakításához a recept a következő. Tessék kérem szépen megélni egy nagyon súlyos, egy ocsmány támadási, bemocskoltsági konfliktust. És mondjuk a hátam közepére sem hiányzik, hogy kiderüljön rólam az a történet, amire nem vagyok büszke. És a hátam közepére melanómás csomót építek. Idéztem, nem kell kitaláljam, van bőven esetismeret, és hát én ezt a hölgyet pont megdicsértem azért, miért elkövette azt, amitől ő szégyelte magát. És megértette, hogy tényleg nagyszerű dolgot tett. És a melanómás csomója egyszerűen összeszállott és leesett. Ennyi. Szóval izmok. Az izmokhoz kötődő programok azok mindig a mozgáshoz kötött programoknak a szervi megjelenése. Petefészek ugyanaz. Mély nyakrák. Hát kérem szépen. A mély nyakrákot csak féltékenységgel lehet elindítani. Vagyis meg akarom tartani azt a bizonyos férfit azon a bizonyos pontján, mert én nőként őt birtokom. Az az én férjem, az az én partnerem. És gyanúsan viselkedik, és már elég, ha gyanúsan viselkedik, valóságállom illúzió, már végbe ment a fejemen, hogy mit csinált a Jenő, és onnantól elindítom a mély nyak nyálkahártyájának a sorvadását, és leírom magam, mert nem vagyok olyan nő, mint az a másik, akihez kiderült, hogy megy. Ha én nem vagyok olyan nő, mint ő, leírom magam a nőiségemben, akkor mint nő a derekamat és a medencecsontomat fogom lyukasztgatni, csonthiány, és ha már arra is rájövök, hogy én azt képtelen vagyok megcsinálni, mint az a büdös Q7-es, nos, akkor még a szimfizist is elkezdem lebontani, vagyis a szemérem ízületet fogom szétszedni. Ennyit csak a csontok áttételéről. Aztán félhetek attól, még mondjuk nem tudom, hogy mi a problémám, mert ott van egy hatalmas nagy kráter, de semmi fájdalom nincs. De övön alul ütésként élem meg mindazt, amit a párom tett. És megjelenik bennem az, hogyha elhagy, akkor én meghalok. Itt a tüdő. És mi van a hüvelyjel? Hát leírom magamat teljes mértékben, mert én nőként nem vagyok olyan jó, mint a másik. Döbbenetes. Gyomorrák. Hát kérem szépen, ahogy a Neoton família énekelte, csak a beteg mókus rágódik a múlton. Gyomorrákot nem fogunk csak illúzió világban létrehozni. Az állandó rágódással és bosszankodással. Mert nem tudom elengedni a múltat, mert nem zárom le békével a napjaim. Ennyi. Aki lezárja békével a napjait, annak nem lesz gyomorrákja sem. De amikor elindul a emésztési probléma, akkor elkezdek őrült diétákba, nem kapom meg a megfelelő anyagot,
A fájdalmakat támadásként élem meg, hasártya, és amikor kiderül, hogy gyomorrák, akkor az a félelmem, hogy meghalok. A pajzsmirigyrák. Ugye, aki megnézte a pajzsmirigyről szóló előadást, az tudja, hogy a pajzsmirigy sejtjeinek a túlszaporodását konfliktus aktív fázisban indítjuk el, és a túlzott szaporodáshoz hosszú ideig benne kell legyek én abban, hogy nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég gyors ahhoz, hogy összeszedjem azt a pénzt, amivel tartozok. Mert a pénz a falathoz kell, és ezért tartozik a pajzsmirigy a falat konfliktusokhoz. És nyilvánvaló magas lesz a TSH, a T3, a T4, és göböket fognak kimutatni a pajzsmirigyen. Na de mivel én nem vagyok elég ügyes, elég gyors, leírom magam, és lesz belőle csont érintettség, vagy félek, hogy ha nem adom vissza időbe a pénzt, akkor jön a mafia is kivégez. És ott van ugye a My program, de hát a tüdőprogramot elindíthatom a diagnózis sok után is. Tehát ezeket azért hoztam be, mert utána néztem sok helyen a áttétek témájának, és ezek a leggyakoribb áttétet adó programok. De most egy kicsit azért nézzük meg, hogy mit ír a tudomány, és egészen frissen 2021-es PhD tézis találtam egy egyetemi klinikának a ismertetésében, a neurovaszkuláris egység szerepe az agyi metasztázisok kialakulásában. Mi is ez a neurovaszkuláris egység? A neuron az idegsejt, a vaszkuláris az eret jelent, tehát akkor ebben már benne van az idegsejt, meg az ér. Így van? Ez azt mondják, hogy egy relatíve új fogalom az idegtudományban, mely ugye az agyi sejtek, idegsejtek és a közelükben lévő erek szoros kapcsolatát jellemzi. És ebbe a kapcsolatban még benne vannak az endotél sejtek, az őket borító periciták, gliasejtek és neuronok, ezek alkotják együtt a neurovaszkuláris egységet. Elnézést kérek, hogy minden részletre nem térjed ki a magyarázat, ami a lényeges, azt kifejtem. Érdekes, hogy véragygátról eddig is tanultunk, ugye? De itt most kapott egy új elnevezést, hogy neurovaszkuláris egység. Mindegy, lehet innen is nézni, onnan is nézni, nekem ezzel semmi problémám még nincsen. Az áttétképzéshez viszont bármilyen áttétről van szó, a tumorsejtnek le kell válnia az elsődleges daganatról, be kell jusson a vérárammal vagy a nyirokeringéssel a másik szervbe, el kell jutniuk a célszervbe, és ott túl kell élje egy idegen mikrokörnyezetben mindazt, ami őt ott éri. Na most a agy áttétek tanulmányozására, ugye mondtam, hogy a mell és a melanoma gyakran képez áttétet az agyba, ezt így leírják, és akkor itt az emlőkarcinómát tanulmányozták, mégpedig a tripla negatív emlőkarcinómát, itt van TNBC a rövidítése, hogy ezek okozta agyi áttétek hogyan alakulnak ki. Most, hogy ismerjük a mi az, hogy tripla negatív, ahhoz kell tudjam a tripla pozitívot is, ugye? Az emlőkarcinomát három teszt szerint osztályozzák, ugye ösztrogén receptor pozitív vagy negatív, progeszteron receptor pozitív vagy negatív, és van a HER2, vagyis humán epidermális növekedési faktor pozitív vagy negatív. Na de a tripla negatívban ezek mind negatívok, és mégis csinál agyi áttétet. Egy 16 oldalas dolgozatot olvastam végig, egy PhD tézist, amit látjuk a címben, és itt élő szervezeten kívüli szövetekben, vagyis sejtegyészetben, in vitro, az élő szervezeten kívüli szövetekben, sejtegyészetekben történt vizsgálatok, és az in vivo, az azt jelenti, hogy élőlényben, vagyis egerekben történt
kísérletek eredményeit közlik feltételes módban. És majd látni fogjuk, hogy az összefoglalóban ez a feltételes mód 180 fokos fordulatot vesz, és már kijelentő módba megyünk át. Miről szól a történet? Azt mondja, in vitro. Az emlőkarcinoma sejtek esetében számos alkalommal láttunk egész sejtet beborító endotéliális nyúlványokat, tehát endotélsejt kereksejtjei, amelyek mintha bekebeleznék a tumorsejteket. Mondom még egyszer, amelyek mintha bekebeleznék a tumorsejteket. Hozzáteszem, hogy a sejtek in vitro, tehát szerven kívül, már kiesnek a lélek agyszers tengelyből. És a sejtek in vitro, élő szervezeten kívül, a saját programjaikat fogják csinálni. Megszűnt az idegi kapcsolat, illetve irányítás. In vivo, tehát modellünkben a tumorsejteken kívül kizárólag a peritumorális asztrocitákban figyeltünk meg MEF2C expresszióját, tehát magyarul megnyilvánulását, megjelenését, de a tumortól távol eső gliasejtekben nem, ami arra utal, hogy az MEF2C-nek fontos szerepe lehet a tumorsejtek és az asztrociták közötti kommunikációban. Hallottuk? Fontos szerepe lehet. Az összefoglalóban a végén már a következőt mondják, eredményeink azt mutatják, hogy az endotélsejtek aktívan részt vesznek a tumorsejtek agyba történő vándorlásában, egyrészt az agyi endotélsejtek filopódium-szerű nyúlványokkal veszik körül tumorsejteket. Hoppá, elfelejtettük, hogy az előbb azt írtuk, hogy mintha bekebeleznék a tumorsejteket. Érthető? Amint a... igen. Másrészt az endotélsejtek a hajszálerekben elakadt, még nem átvándorolt tumorsejteket elzárják a keringéstől. És zárójelbe oda teszik, hogy védik. Hát, visszafogtam magam. Ugye láttam mindenki, hogy maximálisan visszafogtam magam. Tehát ha az endotélsejtek, a hajszálerek, azokat a bizonyos tumorsejteket elzárják a keringéstől, azok a tumorsejtek életben maradnak, keringés nélkül. Hát nem! És erre azt írják, hogy védik! Bingo! Hát szóval én a államvizsga dolgozatomat Marosvásárhelyen kutatásból írtam, kísérleteket csináltam. És megtanultam gondolkodni. Szóval én ezt itt bennem kapom, de becsületükre szóljon az, hogy védik a keringéstől, ez zárójelbe tették. Miután átjutottak az endotéliumon, a karcinoma sejtek áttörik az asztrocita végtalpak által alakított glia limitans perivaskularis, hát a gliasejtek érkörüli védelmét, amint a tumorsejtek elkezdenek osztódni az agyi parenkimában, bekebelezik a már meglévő ereket az endotélsejtekkel és a pericitákkal együtt, miközben az asztrocita végtalpakat letaszítják az erekről a tumorfelszínen. És most tessenek kapaszkodni, azáltal, hogy nagy mennyiségű extracelluláris mátrix fehérjét termelnek, tehát sejten kívüli állományban fehérje termelés történik, a periciták képesek mind a melanoma, mind az emlőkarcinoma sejtek adézióját, tehát megtapadását fokozni, amely fontos tényező lehet. Mondom, fontos tényező lehet. A tumorsejtek kizárólagos perivaszkuláris növekedésében. Na szóval, Hammer doktortól is tudjuk, hogy a tudomány az, ami reprodukálható. Megegyeztünk? Én ezt tudom mondani, és nincs benne feltételes mód, és nincs benne mellébeszélés. Kemoterápia. Azt hisszük, hogy a kemoterápia egy veszélytelen játék?
Kérem szépen, a Nature Medicine című folyóiratban a kutatók beszámolnak arról, hogy miközben a kemoterápia erősen károsítja az egészséges sejteket, azokat egyben arra is ösztönzi, hogy egy olyan fehérjét termeljenek, amely tulajdonképpen üzemanyagot ad a tumor növekedéséhez. Ezen túlmenően a daganatot még ellenállóvá teszi a jövőbeli kezelésre is. A kemoterápia során keletkező fehérje, és itt van egy kódszám WNT16B, fokozza a rákos sejtek túlélését. Hoppá! És ez az oka annak, hogy a beteg élete gyorsabban véget ér. Ahogy a társszerző Peter Nelson, a Seattle Fred Hutchinson Rákutatóközpont tudományos munkatársa magyarázza, ez a WNT16B kölcsönhatásba lép a hozzá közeli tumor sejtekkel, és növekedésre készteti őket, ezáltal még ellenállóbbá válnak majd a további terápia. Viszont 11 tanulmány összehasonlítva igazolja, hogy a kurkuma az agyi tumorok méretét sokkoló mértékben 81%-kal csökken. No de miért? Mert amit agytumornak neveznek, az egy relén belüli, vagy relén belüli és relén kívüli, tehát perifokális, vagy intrafokális, vagy a kettő együtt ödéma. És tudjuk jól, hogy a kurkuma egy kitűnő vízhajtó többek között, egy fantasztikus táplálék. Ezért képes csökkenteni az agyi tumorok méretét. És nem szteroid gyógyszer, amit ha akkor adok be agyi ödéma csökkentésére, amikor a beteg megélte az elhagyatottságot, a kórház konfliktust, és elkezdi begyűjteni a vizet, akkor ezzel pont, hogy megölöm. Mert konfliktus aktív fázisban van a vesegyűjtő csatorna programja, és még kap rá egy kis szteroidot, hogy az még fokozottabb legyen. Tehát nem, hogy csökkenteni, pontosan fordítva fokozza az agyödémát, ha ez a program mellette van. És egy számtalan esetben ez a program mindig ott megtalálható. Ezt a grafikont, statisztikai kimutatást, ezt egy orvosi szaklapból fényképeztem ki. 2012-ben mutatja a 100 ezer lakosra eső daganatos betegeknek a számát. Itt elől találjuk Mexikót, és itt találjuk Magyarországot. Ne mondja azt nekem senki, hogy Magyarországon több mint kétszer annyi daganatos beteg fordul elő, mint Mexikóban. Ja, persze, lehet, hogy ennyi diagnózist állítanak, de hogy ennyi daganat nincs, az teljesen biztos. Mert a kérdés az, hogy mire figyelek. Mert amire figyelek, ott a valóságon. És ha valaki csak rákot akar keresni, az csak rákot fog találni. És ha egy fekét is ráknak nevezek, akkor természetes, hogy a statisztikában meg fog ugrani a daganatos betegek száma. Szóval én óvaintek mindenkit attól, hogy bemenjen az onkológiára, mert amit ott meg fog élni, azt nem teszi ki az ajtón. És emlékeztetőleg visszahoztam ezt a fantasztikus képet, ugye, hogy minden az egyetfejlődés ismeretében válik érthetővé. 1986 óta, nem tegnap óta. Tehát ha valakinek valamilyen programja fut, és még megjelenik valahol egy program, akkor az csak azt jelenti, hogy elindított egy második, egy harmadik és egy x-edik félelmet. Ahány programon van, annyi értelmes biológiai programot indítok el, ahány félelmem van.
elképzelhetetlen, biológiailag teljesen logikátlan, kivitelezhetetlen, hogy egy prostatasejt innen a belső csiralemezből gondol egy nagyot, elköszön az agytörzstől, beköszön az agyvelőbe, és csontsejté fog alakulni. És ugyanez vonatkozik az összes többi áttétnek nevezett, hát finoman fogalmazva a mesével. Csak az a baj, hogy mi ezt a mesét túl komolyan vesszük. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. És ne tessenek elfeledni, hogy ezen akkor se tudok változtatni, ha én akármennyi logikus dolgot elmondok a germán gyógytudományról. Amíg a beteg nem hajlandó a logikus gondolkodást átvenni, hanem még mindig abban a félelemben él, amit a diagnózis sok indított el benne, addig a sok hatására meg fogja csinálni az összes programot, amit ő megélt, az ő megélésének megfelelően. Önleértékelés, csontprogram, halálfélelem, tüdőprogram. Nem akarom az egész táblázatot végigmondani. Tehát, ahány félelmet éltem meg, annyi értelmes biológiai programot indítok el. És amíg nem hajlandó valaki megérteni és elfogadni a germán gyógytudomány igazságait, addig egyéb megoldásokkal foglalkozik, és közben vesztegeti az idejét és az életenergiáit. Emberekkel találkozok, akik milliókat költöttek már egyéb megoldásokra. És nyilván nem gyógyultak meg tőle. Nem vagyok annak az ellensége, hogy vitamindús tápláléka legyen valakinek, fehérjedús táplálékot fogyasszon, esetleg netalántán algákat szedjen a megoldást követő fázisban. Tessék megnézni a táplálkozás és germán gyógytudomány című előadást, mert amikor helyre teszem a szervezetemet, szükségem van megfelelő táplálékra. De nem akkor kezdek el diétázni. Érthető? Megfelelő táplálékra. Na és nézzük akkor tovább, hogy az esztelen diéták hova fognak vezetni? Hát mely programot fognak elindítani? Volt olyan tanfolyami hallgatónk, Vaságyastól volt 35 kiló, és amikor azt mondtam neki, hogy most mindent enned kell, és tegyük félre, hogy milyen elképzelésed van a táplálkozásról, hogy csak nyuszipapit teszünk nyuszipapival, nem, én nem akarok úgy elhízni, mint az a másik. Hát nem hízott el. Nem, frekvenciát váltott. A megoldási fázis tüneteit újabb konfliktusként élem meg. És akkor nyilvánvaló, ha szétrobbant a mellem, mert gyógyulásban ez előfordul, akkor ezt megélem bemocskoltságként, elcsúfítottságként, és már indítom az IRHA programot. Megélem önleértékelésként, és indítom a csontprogramot. Megélem a nőiségem elvesztéseként, és már a derekamat is. És még lehet sok mindent hozzátenni, drága hölgyeim, de meg kellene érteni, hogy a biológiai tünetek azok a sebeknek az illata, az nem egy La Vie Belle parfüm illata. Ennyi. A betegséggel járó megváltozott helyzet megint csak konfliktusként élem meg. Meldaganatos hölgyről van szó, aki nem bírta elviselni a hegesedési fázisban már, hogy annyira gyenge, hogy a férje ölben kell kivigye a WC-re. De nem bírta elviselni, és hiába szedte az algát, fekve eltört a comnyak. Semmi terhelés,
fekve. Szétszette a combnyakok a csontos részét. Ennyi. És aztán egy nagyon lényeges dolog a család hozzáállása. Nagyon sok beteget vesztettünk el pont amiatt, mert a család úgy állt hozzá. Na mi van? Nagy okos, mikor gyógyulsz már meg? Nem marad ez hülyeség? És a többi, és a többi. Úgyhogy ezért nagyon örülök annak, amikor házas pár jön, ketten jönnek egy konzultációra. Hadd hallja a másik ember is, hogy mi ez a másfajta gondolkodás. Hadd tudjon segíteni a párjának a gyógyulásban. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Mert már akkor a beteg nem érzi magát egyedül a gyógyulási fázisban. Már van valaki, aki megérti. Tehát, hogy az egész család ellene fordul, de a férje mellette van. És ez a legfontosabb. Ez életmentő. A terápiák után kialakult állapotok újabb konfliktus források. Hát, kérem szépen. Van olyan felvételem, meldaganat gyógyítása idézőjelben, műtét, kemó, sugár. És a hölgynek a teste leírhatatlan. Fényképpen van róla, tanfolyamon ki szoktam vetíteni. Kérem, van az a helyzet, amikor a terápiákkal már úgy tönkre teszik az embert, hogy egyszerűen képtelenség rendbe jönni. Én azt szeretném, ha megértenénk, hogy én betegítettem meg magam, én is fogom meggyógyítani magam, ha megnyugszom. De nem vagyunk egyedül ebben a történetben, mert hála Hammer doktornak hatalmas segítséget hagyott ránk. A Meisterdenten méhen. Ez egy döbbenetes segítség. És megint visszautalok a világegyetem hullámtermészetére, és tudjuk, hogy a magasabb rezgések hatnak az alacsonyabbakra, és nem a farka csóválja kutyát. Itt látjuk a felső ábrán a Hammeri dallamnak, a Meisterdenten méhennek a dallam vonalát. Itt látjuk a Hammeri iránytűnek a vonalát. És ez a hang, ez a zene, ez az archaikus zene, mert szövegét is, dallamát is Hammer doktor írta 76-ban, 20 éves házassági évfordulóra. Ez a dallam csodálatos dolgokat tud tenni a biológiával. Hál' Istennek, élettani ismereteimnek köszönhetően ezt is sikerült megfejtenem, hogy miért. Csak mögéje teszem a tudományos magyarázatot. Miért tud a Hammeri dallam ilyen hatásokat elérni? Négy mágikus hatást írt Hammer doktor le a könyvének az elején. Én ezt további hattal kiegészítettem, miután az egész könyvet ugye lefordítottam, és az esett történetek külön előadásokban megtekinthetők azoknak, akik erre hajlandók időt, energiát fordítani. De itt van, hogy mindenféle pánik átkát megtöri. Hoppá! Mert a beteget megnyugtatja. Nyilvánvaló, hogy nem szűnt meg a program maga, de megtöri a félelmet, és képes leállítani a programot, vagy a konfliktus tömeget nagy mértékben letranszformálni, lecsökkenteni. Mindjárt mutatom az ábrát. Kettő, képes megakadályozni, hogy a dallam hallgatása alatt konfliktus recidifákat éljünk át, ezért kéne éjjel mindenképpen hallgatni. Mert valóság, álom, illúzió, emlékszünk? Egy és ugyanaz az agyunknak. Optikai sín azt jelenti, hogy az illető a konfliktust okozó egyén, környezet, tárgy, körülmény látására. Fényképen is elegendő, már ez optikai sínként leállítja a dallamnak a pillanatnyi hatását, kikerülök az optikai sínből, és a dallam újra hat. Az aktív rákot megállítja, anélkül, hogy megoldaná. Ez a missing link. Mit jelent ez?
hogy én vagyok a hiányzó láncszem, a missing link a gyógyulásomban. Ha én nem vagyok ott, nem lesz semmi. Tanfolyami mondat, ha én vagyok, minden van. Ha én nem vagyok, semmi sincs. Remélem, a tanfolyami hallgatók értik, hogy miről beszélek. Minden aktív, kortikális, vagyis agykérgi konfliktust, itt látunk néhányat beixelve, bejelölve, letranszformál. És amikor konstellált állapotról beszélünk, ami pszichotikus elváltozással, vagy viselkedésváltozással jár, mondjam így, szervi szinten, amikor ilyenről van szó, akkor kérem szépen, a dallam hallgatása segít ezeknek a pszichózisoknak a megoldásában. Tessenek a vendégkönyvbe belenézni. És pszichotikus betegek gyógyulásáról is olvashatunk. Csak ezt a négy mágikus képességet, ha megértettük. A többi az részletkérdés. De ez már elegendő ahhoz, hogy tudjam, hogy ez nem kemoterápia. Ennek nincs mellékhatása. Mert amikor konfliktus aktív fázisban vagyok, mit csinál? Itt van. Kérem szépen, leállítja a további daganat növekedést, ha melldaganatról van szó. Leállítja a további csont sorvadást, ha a csont programról, önleértékelésről van szó. És mit csinál, ha a piros mezővel, vagyis kérgi programról van szó, akkor látjuk, hogy letranszformálja. Ezt úgy hívta Hammer doktor, hogy kis megoldás. Miért? Mert a nagy megoldás az mindig az epileptoid krízis, és amint látjuk, itt már az epileptoid krízis egyenértékű egy tüsszentéssel. Semmi probléma nincs. Nem halok bele a megoldásba. Aztán mit csinál a megoldást követő fázisban? Na, vajon mit csinál? Megakadályozza a recidívákat. Ha hallgatom, ha hajlandó vagyok ezt hallgatni, az a exudatív fázist, amint látjuk, átolja az epileptoid krízisen keresztül a hegesedési fázisba. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy a krízis túl fogom élni kezicsókolom. Nem fogok belehalni. Nem fog leállni a szívem. Csak ennyit jelent. Szóval itt is az optikai sín egy alapvető kérdés, de mint mondtam, nem a dallam feladata megszerettetni az anyósomat, az az én feladatom. De amikor megértem, hogy az anyósom a legnagyobb professzorom, mert megtanít a feltétel nélküli elfogadásra, akkor érzelmileg lezártam a csípőizület programomat, és meggyógyulok. Ennyire egyszerű. Tehát arra jó az archaikus varázsdallam, hogy kivezessem és lezárjam a történetet biológiai szinten, de ez nem azt jelenti, hogy érzelmileg is le van zárva. Az érzelmi lezárás az én dolgom. Vagy jön a policiklikus lefolyás és a függőgyógyulás. Ennyire egyszerű. Tények a biológiai működésünkről. Tehát már mondtam, valóságállom illúzió ugyanaz az agyomnak. Mit tudok csinálni a konfliktus pillanatában? Mint a nyuszi vagy a mókus fenn a fán. Üss vagy fuss, vagy tedd magad halott. Harmadik, mit csinálok sejtszinten? Építek, bontok, működést változtatok. Minden félelemre egy külön programot indítok el, és mindegyiknek megvan a sine, nyilván. És hát van olyan, hogy egyetlen konfliktusra több programot is indítok el, mert minél intelligensebb vagyok, annál tökéletesebben teszem magam tönkre. Érzelmileg, lelkileg kell megoldani, kérem szépen, vagy nincs megoldva a program. Megoldás. Már nem ugyanaz a helyzet fog előállni, mint volt. Egy gyógyult melldaganat, főleg ha az a mell szét is robbant, már nem úgy fog kinézni, mint ahogy előtte kinézett. Mi a gyógyulás első három feltétele? Légy őszinte önmagadhoz.
aki még önmagával sem őszinte, még önmaga előtt is álarcot visel, és még magyarázza, hogy de nekem nem volt ilyen konfliktusom. Ne tessék már hülyéskedni. A biológiám se unalmában nem betegszik meg, sem pedig úgy, hogy én arról ne tudtam volna. Bocsáss meg önmagadnak. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Bocsáss meg a másiknak. Nem az anyósom a hibás azért, mert fáj a csípőizületem, hanem én. Mert nem tudtam elfogadni az anyósomat olyannak, amilyen. Miért? Mert nem ismertem a germán gyógytudományt. Nem jöttem rá, hogy az anyósomról ebben a könyvben van szó. Itt van, pszichózisok és viselkedés változások a germán gyógytudomány fényében. Ebben megtalálom, hogy miért megalomán. Nagy éppenséggel miért agresszív, stb. Stb. Tehát az állatok csak a sínek kerülgetésére képesek, az ember ennél többre képes. Persze vannak emberek, akik nem képesek, de hogy nem képesek, nem hajlandók változni. Nem hajlandók másképp gondolkodni, nem hajlandók a 180 fokos fordulatra. Tehát az első lépés mindig a konfliktus tisztázása, ebben segít a germán. A második az érzelmi lezárás. A harmadik pedig, hogy ezután tudatosan döntök, hogy nem tesztelem le az egész táblázatot, hanem hálát adok minden este mindenért. Mert a germán gyógytudomány ad egy biológiai tudatosságot. Most már tudom, hogy mitől fáj a csípőizületem. De nem fogja megoldani a bosszúságot. Így van? Vagyis a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Mert arra mutat rá, hogy mitől alakulnak ki valójában a betegségek. Itt az első könyvnek a borítóját látjuk, hogy hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni. Akit ez érdekel, meg tudja rendelni a weblapon keresztül. Ez egy bevezető, ismertető könyv, amiben az alapokat megkapjuk 26 esettanulmányon. Aztán, ha feloldom végre az érzelmi megrázkódhatásokat, megoldódnak a problémák. Még a pszichotikus problémák is megoldódnak, nyilván, ha a beteg ebben szerepet játszik. Először is hallgatnia kéne a más studentemnéken, hogy a mérleg beálljon középre, és lehessen vele beszélni. Ne billegjen, hogy hol mániás, hol depresszív, stb. Stb. És nem szükséges se a statisztika, se az állatkísérlet. Hammer doktor soha nem végzett állatkísérlet. De egy kőkemény tudományról beszélünk, mert ez reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. És aztán, ha ez nem volna igaz, akkor én itt most nem beszélnék. Mert akkor ezt már rég tanították volna az egyetemen, mint az 5001. hipotézist, mert tudják, mert nem használna semmit. De mivel éppen az igazságra mutat rá, ezért nem tanítják az egyetemen. Ha ez mind nem lenne igaz, akkor Hammer doktorról nem művelték volna mindazt, amit vele műveltek. Döbbenetes tragédiákban élt. Tehát, ha ez nem volna igaz, akkor én még mindig a receptírás művészetét gyakorolnám, és ha nem merjük megkérdőjelezni, kérem szépen, mindazt, amit eddig tanultunk, még mindig ragaszkodok ahhoz, amit nekem tanítottak, mert azt professzor, doktor, docens mondta nekem ki. Hát akkor ennek megfelelően fogok gondolkodni és dönteni. Az egyetemeken mindenütt tanítanak valami nagyon fontos alapfogalmakat. A medicinán ez az anatómia, az embriológia, az élettan. És az élettani alapoknak köszönhető ez a csillaghullás, amit látható ezen a képen. Hogy bepottyant nekem, hogy az akciós potenciál, meg a minden vagy semmi törvénye megmagyarázza azokat a miérteket, amire itt a választ megkapjuk. Én megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét.